Idén talán nem kell lemondani Pallas Athéné szobrának látványáról annak, aki Görögországba szeretne utazni. A védőoltások elterjedése miatt ezen a nyáron már sokkal több külföldi célpont közül választhatnak a magyar turisták. A járvány azonban eltérő mértékben szorul vissza az egyes országokban. A biztosítási szakértő ezért azt tanácsolja a nyaralóknak, hogy utazás előtt tájékozódjanak az adott ország járványhelyzetéről. Jó hír, hogy már a járvány elleni védekezés költségeire is lehet biztosítást kötni. Mindig ugye azt is meg kell nézni, hogy az adott termék, amit választ az ügyfél, milyen szolgáltatási limitek vannak benne. Ugye nagyon sok esetben benne van ugye a COVID megbetegedésnek a karanténba helyezési költsége, akár a tesztnek a megcsináltatása, illetve hogyha ebből kifolyólag mondjuk késedelmes a hazaérkezése, akkor meg lehet azt is igényelni a biztosítótól, hogy ugye itt a különböző utazással kapcsolatos költségeket is térít neki. Ezt mindig az adott szolgáltatási díjtáblában fogja az ügyfél megtalálni, hogy milyen limittel és pontosan milyen szolgáltatások lesznek benne az ő termékében. A konzuli szolgálat honlapjára érdemes külföldi utazásaink előtt ellátogatni. Az oldalon folyamatosan bővítik azon országok listáját, ahová védettségi igazolvány és úti okmányok felmutatásával korlátozások nélkül lehet utazni. A családi nyaralások tervezésénél érdemes az utasbiztosításra is gondolni. Mindig azt javasoljuk az ügyfeleknek, hogy ne a díjak döntsenek egy utasbiztosítás megkötésénél, hanem mindig meg kell nézni, hogy milyen országba szeretne utazni. Azt először tegye meg, hogy a konzuli szolgálatnak az utazási tanácsait elolvassa, hogy az adott országra mi vonatkozik. Utána kiszámoljuk ugye neki, hogy milyen utasbiztosításnak, milyen szolgáltatását és milyen termékét tudnánk neki javasolni, és megnézzük konkrétan, hogy arra az országra az adott biztosítónak van-e bármilyen kizárása vagy korlátozása. Hiszen nem minden esetben a konzuli szolgálatnak veszik figyelembe ugye az utazásra nem javasolt térségeknél, illetve a fokozott biztonsági kockázatot jelentő térségeknél a kiírást, hiszen nagyon sok ország benne van még ezekben a kizárásokban. Körülöttünk lévő európai országokról is beszélhetünk, ezért egyes biztosítótársaságok saját hirdetményt adtak ki, amelyekben feloldanak kizárásokat a COVID-ra vonatkozóan azoknál az országoknál. A rendkívüli helyzetre tekintettel a COVID-19 kapcsán a legtöbb biztosító feloldotta a pandémiára vonatkozó általános kizárásokat, az utasbiztosítások esetében. Ennek értelmében az az utas, aki a koronavírussal kapcsolatos sürgősségi orvosi ellátásra szorul külföldön, biztosítási fedezetben áll.